A Félegyházi Hangya 2010 termelőiskola projekt részeként augusztusban kezdődött el az OK és aranykalászos gazdaképzés. Három osztályban összesen 74 fő sajátíthatta el az ismereteket. Február közepén zárultak a vizsgák, amelyeket 71-en teljesítettek sikerrel. Ezzel párhuzamosan elindították az úgynevezett együttműködési képzést, amely során kommunikációs ismereteket szerezhettek a leendő gazdák. Annak érdekében, hogy a szociális-gazdasági ágazatot fejlesszék, szövetkezetet alapítanak, amelyben Félegyháza önkormányzata alapító tagként vesz részt, továbbá területet is biztosít a mezőgazdasági tevékenység ellátására. Az egyeztetések folyamatban vannak, az alakuló közgyűlést egy későbbi időpontban tartják meg. A szociális szövetkezet egyébként azért egy jó lehetőség és forma a szociális gazdaságra, mert ez egy speciális szövetkezet, és kedvezőbb adó és járulék fizetési lehetőségeket biztosít olyan tagok számára, akik egyébként meg munkanélküliek, álláskeresők vagy közfoglalkoztatottak, tehát ebből a szempontból sokkal kedvezőbb jövedelem, tehát munkalehetőséget jelenthet a tagoknak. Ez már a mezőgazdasági szakiskola, Csongrádi úti tangazdasága, ahol ezekben a napokban is tartanak az építési munkálatok. Itt készül el az a zöldségfeldolgozó tanüzem, amely a gyakorlati ismeretek eredményes elsajátítását szolgálja. Jelenleg heti rendszerességgel kétnapos gyakorlati képzésen vesznek részt a hallgatók. Három tagozatban folytatódik az oktatás, hajtatott és szántóföldi zöldség, gyümölcstermesztés, baromfitenyésztés és tartás, valamint zöldség-gyümölcsfeldolgozás szerepel a tananyagban. Ehhez hasonló termelőiskolai projektek egyébként az ország több pontján elindultak, a helyi sajátosságoktól, lehetőségektől függ az, hogy a mindennapi életben is hasznossá válik-e a képzés. Ez helyszínétől függ, hogy mennyiben lehet az ott megszerzett tudásra elhelyezkedni. Azért az látszik, hogy a projekt, egyetlen projekt sem azt célozza, hogy teljes foglalkoztatást fog megoldani a tanfolyamon részvevők közül, viszont az azért nekünk egy pozitívum, hogy akik elvégezték az intenzív időszakot, azok közül azért jó páran már el tudtak helyezkedni. Úgyhogy ezt már látjuk. Emellett a zöldségfeldolgozó tanüzemben a projekt 6 főnek a foglalkoztatását vállalta, tehát ezt tudjuk biztosítani, valamint a szociális szövetkezet is ezt célozza. A Félegyházi Hangya szociális szövetkezet létrehozásában fontos szempont volt, hogy a lehetőségekhez mérten elősegítsék a résztvevők megélhetését. Összefogva ugyanis jóval nagyobb az esély arra, hogy a piaci követelményeknek megfelelnek a hallgatók és állják a versenyt a konkurenciával.